Sziasztok! Az idei év két legjobban várt parfümjét hoztam el ma nektek, a Zoologist brandnek a két új állatian finom illatait. Ez nem más, mint az új denevér, illetve a lajhár. De mielőtt jobban belecsöppennénk így a részletesebb bemutatásába, azért az elején szeretném elmondani, hogy Viktor Wong ebben a brandben az állatok élőhelyük illatát alkotta meg cseppfolyós halmaz állapotban. Természetesen nem használnak állati eredetű anyagokat az illatokban, és egyetlen állat sem sérült meg az aromák előállítása során. Pályafutásuk alatt talán egyetlen illatot tudnék itt megemlíteni, a Hirax illatát, de abban sem feltétlen sérült meg az állat, sőt egyáltalán nem sérült meg az állat. Ha jól tudom, a Hiraxnak a több évtizedeken keresztül megkövült ürülékét használják fel az illatokban. Úgyhogy szerintem érdemes kipróbálni azt az illatot is, mert egyszerűen nagyon fenomenális és zseniális illat. Na de visszatérve a két új illatra, lássuk melyik legyen. Legyen talán a lajhár, hiszen mégis azért a Zoologistnak ez a legújabb illata és nem update-elt illata. Nem tudom, tudjátok-e, de a lajhár fákon él, nagyon keveset mozog, levelekkel táplálkozik, és a kalóriaszegény étrendjének köszönhetően elég energiatakarékos életmódja van. Napi 9-10 órát is képes aludni, hetente egyszer lemászik a földre, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy nem a gyorsasága miatt híresek ezek az állatok. Viktor Wongot az inspirálta tulajdonképpen, hogy megalkossa ezt az illatot. Egyszer látott egy dokumentumfilmet, vagy egy filmet a lajhárokról, és annyira, de annyira lassan mozogtak, hogy a bundájukon megtelepedett a zöld moha, és ezért is lett zöld az illat. Ennyit a zoológiából, illatoljuk is meg rögtön a lajhárt, ami talán elrepít minket a nyugalom szigetére. Első szippantásra minden nagyon zöld, megnyugtató, és tényleg olyan, mintha egy egzotikus esőerdőben lennénk. Ezután már előbújik, megjelenik a kamilla virág, egy kis levendulával és körönvirággal keveredve, majd egy kicsi ibolya levél is megbújik emellett, ami a földes érzést adhatja. Tényleg, mintha egy esőerdő kellős közepén relaxálnánk. Nagyon vicces az illat, nagyon tetszik. És leszáradáskor amúgy előkerül a mély viasz egy kis tonkababbal és egy kis gyantás füstös aromával. Mintha az édenkertben lennénk. Igazi aromaterápia. Úgyhogy ha te is egy ilyen aromaterápiás illatra vágysz, akkor mindenképpen próbáld ki a lajhárt. Fenomenális, zseniális az illat. Na de, folytassuk a sort a legújabb denevér illattal. Őt is kifújom nektek. A denevérnek az eredeti változatát Ellen Covey készítette 2015-ben. Ennek a már nálunk sem kapható első verziója denevérnek a illatközpontjában a geozmin állt, ami egy csodálatos, illatos barlang hatást keltett, de ez az érzés átalakult a Prim Lomros és Viktor Wong együttműködése során. Ez a denevér már nem a dohos barlangban, hanem egy ázsiai gyümölcsös kertben él. A trópusi gyümölcsök tömkelege található meg az illatban, és ezzel is nyílik az illat. A guavától a marakujáig és a figyéig bezárólag.
Ehhez csatlakozik a későbbiekben egy kis különleges jázmin illat, amely kimozdítja az illatot az animális irányba. Egyszerűen zseniális ez az új barlangmentes és gyümölcsös illat. Én szeretném nektek ajánlani, hogy ne habozzatok az új illatokat kipróbálni, és szeretnélek megkérni benneteket, hogy ha bármiről szeretnétek hallani, akkor az info@cserigeden.hu e-mail címre meg tudjátok nekünk írni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, remélem, hogy élveztétek a két új illatnak a mélyebb bemutatását. Legyen nagyon-nagyon szép napotok! Sziasztok!